Ezen a bizonyos este ez ugyanúgy indult, ahogy máskor is szokott, leszámítva, hogy eddig a három éves Bálint egy kicsit betegeskedett. Hol lázas volt, hol nem, hol jobban volt, hol egy kicsit rosszabbul, de semmi komolynak nem tűnt a dolog. Aztán egyszer csak a Bálint elfeküdt a földön, azt gondoltam, hogy talán álmos is. De a legnagyobb megdöbbenésemre nem mozdult, a szeme is kimerevedett. Odaszaladtam, fölkaptam, szólítgattam, próbáltam magához téríteni, de nem reagált semmire. A szellem elhagyta a kis testét, nem élt már. Eszembe jutott András, kértem, amennyire beszélni tudtam, hogy segítsen, ha még lehet. Tudjátok, ami ezek után történt, az túl van minden gondolkodáson és logikán. Hála jó Istennek és Kovács-Magyar Andrásnak. A fiam néhány perc múlva megmozdult. Először a keze, aztán a szeme. Majd később már válaszolt is, hogyha kérdeztük. Visszatért a szellem is, és újra élt a fiam.